Üdvözöllek benneteket újra. Elnézést kérek, de a 47-es blognak kénytelen vagyok egy második részt csinálni. Mivel ez az oktatás, education rész, ez egy nagyon fontos része a dolognak, sokkal fontosabb, mint a második csoport és a harmadik csoport, amit ugye az előző blogokban néztünk, vizsgáltunk. Itt nem arra akartam kiukadni ezzel kapcsolatban, ugye, amit most láttok, és persze ezt a táblázat, ugye, hogy az oktatás az évről évre drágább, és egyre több pénzért, ugye, vagy ugyanolyan színvonalú, vagy gyengébb színvonalú oktatásban részesül, úgymond a gyerek. Nem elsősorban erre akartam kiukadni, hanem arra, ugye, hogy ha jobban megnézitek a rendszer, tehát például az Európai Uniót is, és az Európai Unió országait is, mit választ a vezetőség, tehát maga úgymond az elit, emlékeztek, ezt tárgyaltuk, mondtam nektek annak idején, hogy mégis mi az én véleményem, ugye? Tehát, hogy ők azt az utat választották, ez az elit, vagy nem tudom, hogy mondjam, a globális világ vezetői úgymond, hogy ők irogattatják a törvényeiket, ugye, amit megpróbálnak betartatni, ugye, ilyen-olyan fegyelmezéssel, rendőrséggel, csendőrséggel, katonasággal, terrorelhárító központokkal, van itt minden, mint a búcsúba. Na most, ugye, ezek a testületek is óriási mennyiségű pénzbe kerülnek, ugye, magukat fenntartani és működtetni ezeket a testületeket. Ők inkább ezt az utat választják, ugye, hogy kevésbé akarják, ugye, hogy magas színű legyen az oktatás, inkább afelé mennek el, hogy ők erővel, erőszakkal, vagy meg elrettentéssel próbálják az embereket úgymond kordában tartani. Na most mire is gondolok itt? Tehát nézzük meg ezt egy kicsit, ugye jobban. Tehát szerintetek, ha normális oktatási rendszer lenne, normális oktatási, tehát sokkal több pénzt kezdenének úgymond az oktatásba beleölni, mint amennyit beleölnek börtönökbe, fegyházakba, nem tudom milyen javítónevelő intézetekbe, rendőrségbe, és még sorolhatnám bírákba, bíróságok, ügyvédek, van itt minden. Na most gondoljátok bele, hogy ennek a pénznek egy nagyon nagy részét inkább elkezdenék arra fordítani, ugye, hogy megfelelő oktatásban részesítsék az embert, az embereket, a gyerekeket, és inkább el legyen magyarázva annak a gyereknek 10-12-15-16 évesen vagy 8 évesen, attól függ, ugye, hogy ne csináld ezért, ne csináld azért, micsoda pozitív módon változhatna ez az egész rendszer, tehát mennyivel szebb lenne, mennyivel jobb lenne a világunk, ugye, hogyha a gyerek nem azért nem menne oda és ütni agyon ugye a nyugdíjast az 5000 forintjáért, most csak egy példát mondok, mert hogy fél attól, hogy most 6 hónapra bezárják a börtönbe, most csak egy példát mondtam, teljesen mindegy, hogy melyik példát hozom elő, hanem ugye ő azért nem menne oda és azért nem ütné le a nyugdíjast az 5000 forintjáért, vagy azért nem rohanna oda a műemléképülethez és pisálná oldalba és firkálná össze, hogy nem is tudom mi, hogy büdös kommunisták, vagy akármi mást is. Tehát nem azért nem csinálná ezeket a dolgokat, mert félne a büntetéstől, a börtöntől, a pénzbírságtól, vagy a jóisten tudja mitől, hanem azért nem csinálná, mert meg volt tanítva akkor, amikor 6 éves volt, 8 éves volt, 13 éves volt, hogy ugyan már fiacskám vagy kislányom ne csinálj ilyen butaságokat. Mennyivel másképp nézne ki ez az egész rendszer? Óriási változások történhetnének, ugye persze ez sok-sok idő, sok-sok év, tehát valószínűleg egy-két generációnak le kellene futnia, mire ebből lenne valami. Na most ehelyett mi van? Ehelyett gyártják a törvényeket, ezerrel megpróbálják ugye kordában tartani a jó népet. Na most azért csinálják ezt, tehát azért választották ezt az utat, nem elsősorban azért, mert ők örülnek annak, hogy a börtönök vannak, hogy javítónevelő intézetek vannak, és ebből ugye bizonyos személyek is úgymond gazdagodnak, és bíróságok vannak, és akkor van ezeknek is állásuk. Nem elsősorban ez a lényeg itt, hanem minél butább az az illető, minél inkább nem ismeri a történelmet, minél inkább nem tud számolni, minél inkább nincsen tudása, annál inkább nincsen mire támaszkodjon. Itt ez a lényeg. Az az illető, az adott hölgy,
hogy az adott úr, amikor 20-22 éves, ugye, és megkérdezett tőle, hogy ki volt az a Zrínyi Miklós, vagy mikor jártak itt a törökök, ha egyáltalán így jártak, ugye, mert lehet, hogy már sokaknak erről sincs fogalmuk esetleg, vagy néhány már arról sincs fogalmuk. Tehát, vagy mennyi 8x8, vagy ugye kiszámol lesz, hogy a 123-nak mennyi is a 10%-a. Amikor ezeket a dolgokat nem tudja, nem vágja a gyerek, most már úgy értem a gyereket, hogy inkább félig meddig felnőttre gondolok a 18-20 éves korosztára, ha nem vágja, nem érti ezeket a dolgokat, sokkal könnyebben irányítható lesz, sokkal könnyebben be lehet neki adni butaságokat is, hazugságokat is, ferdítéseket is, kevésbé fog elgondolkozni, kevésbé fog ágálni, vagy ellenmondani annak a bizonyos dolognak, amit éppen a tévéből, vagy a rádióból hall. Ez itt a lényeg. Nagyon sajnálom, hogy ez a rendszer nem az oktatás felé megy el, hanem inkább a törvénykezés felé megy el. Ez van, ezen nem tudok változtatni. Csak annyit tudok tenni, hogy itt pont speciál a YouTube-on keresztül átadtam nektek ugye ezt a, megpróbáltam legalábbis nagyjából tömören összefoglalni, hogy mégis mi az a három dolog, háromféle fajta dolog, amit mindenféleképpen el kell kezdeni csinálni egy egyszerű átlagos magyar embernek ahhoz, hogy ő túléljen ebben a rendszerben és ne sodródjon a másik oldalra. Köszönöm figyelmeteket, legközelebb már nem fogok ennyit beszélni ezekről a túlélési dolgokról. Az összes többi blog, ami ezután jönni fog, azok maximum elemzések lesznek, és megnézzük a kereskedéseket. A Forex-en speciálre a lényeg, ha bárki más ugye nem forexezik, hanem részvényezik, online részvény ad-vesz, hát még sokkal jobb ugye, mivel sokkal könnyebben lehet evickélni, sokkal könnyebben lehet látni a technikai mutatók által, hogy mégis az árfolyam merre valószínűbb, hogy elmegy felfelé vagy lefelé. Na most megköszönöm figyelmeteket, következő blogban, ahogy már ígértem, USA dollár, japán jen valutát fogjuk közelebbről megnézni és elemezni. Viszlátás!